Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben az évvégi záróvizsgára készülünk. Aktuális leckingben egyenletet oldunk. Az egyenletünk így szól: n plusz 2 az egész törve 2-vel, mínusz 1, egy, egyenlő 0,5 mínusz n plusz 1 az egész törve 4-jel. Számoljuk ki az egyenletben szereplő m változó értékét. Vegyük észre, hogy egyenletünk törteket tartalmaz. Az egyik tört nevezője 2, a másik tört nevezője 4, keressük meg a legkisebb közös többszörösét a 2-nek és a 4-nek. Ez nagyon egyszerű lesz, a közös nevező tehát a 4, így akkor az egyenlet minden egyes tagját szorozzuk 4-jel. Az első tagot, ahol a nevező 2, 4 osztva 2-vel, az 2-vel szorzom, ott, ahol nincs nevező, az olyan, mintha egy lenne a nevező, így akkor ezeket a tagokat négyel szorzom. Tehát négyel szorzom a mínusz egyet, illetve négyel szorzom a 0,5-et. És az utolsó tagot, ahol a nevező 4, 4 osztva 4 az 1, valójában ezt a részt nem kell szorozni. A szorzást akár elvégezhetjük rögtön is, viszont annak érdekében, hogy tisztában lássunk, érdemes leírni a szorzatot. Vagyis az első résznél a kettővel szoroznom kell az n plusz 2 tagot, tehát külön az m-et, külön a 2-t. A mínusz 1-et, ha megszorozom 4 az mínusz 4. A 0,5-et, ha megszorozom 4 úgy is számolom, hogy 4 fél, az 2. Ezt akár fejből is el tudjuk végezni. És most vigyázzunk kell. van egy kifejezésünk, m plusz 1, előtte záróját található, és mert ezt nem szorozzuk semmivel, úgymond 1 szorozzuk, leírjuk, tehát mínusz, akár egyszer, és zárójelben m plusz 1. Az itt látható mínusz nagyon sokszor megtréfál bennünket. Végezzük el a szorzásokat. Vagyis kettővel, ha megszorzom az m-et, az 2m, majd úgy szintén kettővel, ha szorzom a kettőt, az 4. A folytatásban a mínusz 4-et leírom, a kettőt csak lemásolom, és mivel a zárójelünk előtt úgy is mondhatom, hogy mínusz található, így akkor a zárójelben lévő előjelek megváltoznak. Vagy a másik lehetőség, hogy azt mondom, hogy mínusz egyel beszorzom. Mínusz egyszer m az mínusz m, és mínusz egyszer plusz egy az mínusz egy. Rendezzük a most kapott egyenletet. Ismeretlenek a bal oldalon, ismertek a jobb oldalon. Vegyük észre, hogy a bal oldalon található egy plusz 4 és egy mínusz 4. Ezt akár rögtön le is tudjuk egyszerűsíteni. Így akkor a bal oldalon maradhat az ismeretlen 2m, a jobb oldalról a mínusz 1m, ha átjön a bal oldalra, lesz belőle plusz 1m, és ez egyenlő lesz. A jobb oldalon akár rögtön össze is vonhatom, 2 mínusz 1 az 1. És akkor a bal oldalon 2m plusz 1m az 3m, ez egyenlő lesz 1 mivel itt szoroztam hárommal, a másik oldalon osztani fogunk, hogy úgy is mondhatnám, hogy az egyenlet mindkét oldalát elosztom hárommal, így akkor az m-nek az értéke egy harmad. Ezzel ki is számoltuk az adott egyenlet megoldását. m egyenlő egy harmad. Köszönöm a figyelmeteket!